hetedik osztályos kísérlet szabadesés vizsgálata. A rendelkezésünkre álló eszköz egy ejtőgép, amelyen egy aranyozott golyót lehet leejteni, illetve ez több méretben is rendelkezésünkre áll, és van egy pingponglabda, amelyiknek rajzokban erősítve, hogy a mágnes ezt meg tudja fogni, és azt is el fogjuk ejteni. Van egy időmérészerkezet, amelyik csatlakozik a ejtőgép két végpontjához, startnál indítja az órát, és az ütközésnél a stop állítja az időmérés. Tehát egy előző mérésünknek az idejét láthatjuk itt. Mágnes fogjuk meg a vasgolyót, az elindul meg az érintkezés hatására, és itt a startgombbal indítjuk. Úgy kell beállítani a talpát, hogy a golyó ütközése kapcsolat működtet és megállítja az órát. Indítom a vasgolyót, a golyót. 447,3 millisekundum az esés ideje. Az esés magasságából és az esés idejéből lehet számítani a műves gravitációs gyorsulást, ami jelen esetben nálunk majdnem 10 méter per szekundum négyzet, amit számolással lehet kiszámítani. Ennek a képeket majd egy másik filmben fogjuk megmutatni. Különböző méretű golyóknál megvizsgálhatjuk az esés idejét. Ez egy kisebb méretű golyó az előzőhöz viszonyítva. Hullázzuk a mérőszerünket. Mérőszerünket 451,9 millisekundum. Tehát kevesebb, mint fél másodperc, és látjuk, hogy milyen pontosan tud mérni, tehát a millisekundumról tudjuk, hogy egy ezred szekundum, és ilyen pontos mérésnek tudjuk. Még egy mérést mutatunk, tehát lehet összehasonlítani, a golyónak a mérete, felszíne, hogyan befolyásolja az esési idő. Tudjuk, hogy ez nem igazi szabad esés, hiszen közegellenállás van, tehát levegőben esik, vákumban egyformán esnek a testek. A levegőben függ a testednek a felszínétől, súlyától, hogy milyen gyorsulással esnek. Például a ejtőernyős olyan közegellenállás produkál, hogy egy bizonyos terminál sebességgel, álló sebességgel esik egy bizonyos út után. Tehát nézzük meg ezt a pingponglabda esését. A meglepően gyorsan esik, tehát azt várnánk, hogy viszonylag rövid idő alatt vagy hosszabb időt essen, és ő elég gyorsan lees. Ennek is lehet vizsgálni az okát. Tehát 448,2 millisekundum. Számításos részekre visszatérünk későbbiekben. A szabadesés vizsgálatához kapcsolódóan megnézzük a pingponglabda esés idejét. A pingponglabdában egy kis rajszöget erősítettünk, hogy a mágnes azt is ott tudja tartani, és a pingponglabdánál is indítom a starttal, és tessék figyelni a mérési eredmény. 445,2 millisekundum. Elgondolkodható, hogy ennek a esés ideje nem rosszabb, mint a vasgolynak az esés ideje. Ugye ez egy komolyabb gondolkodást igényel, az áramlási viszonyok vizsgálata, a felszínt és a többi vizsgálata, ami okozta, hogy a pingponglabda is viszonylag gyorsan leesett, sőt talán ő esetleg gyorsan leesett.